Jó estét, tiszteletre köszöntöm Önöket. A mai estét Molnár Gyulával kezdjük így közösen az egyenes beszédben. Jó estét kívánok, Jó estét kívánok az MSZP elnökének. Jó dolog most az MSZP elnökének lenni? Ez egy nagyon jó kérdés. Pont beszélgettem én kreatív csapattal, és ugyanezt a kérdést tettem fel nekik, hogy tudnának-e olyan programot csinálni és olyan kampányt, amiben a végén azt mondom, hogy jó az MSZP elnökének lenni. Nézze, a demokratikus ellenzék továbbra is legnagyobb pártja, még akkor is ha fogunk beszélni egy mérésről, mint említette. Nagyon nehéz a feladat, de azt gondolom, hogy a felelősség is legalább ekkora, tehát én ezt hősiesen viselem, és csinálom is szerintem. Az, hogy most Karácsony Gergő áll ön mellett miniszterelnök jelöltként Botka László helyett, egy kívülről jött jelölt, miközben azt szerették volna, hogy házon belülről legyen jelölt. Ez most könnyíti a helyzetét, vagy nehezíti? Ha azt a helyzetet nézzük, akkor valóban én belül ezt használtam, ezt a formulát talán, mintha hallotta is volna, hogy valójában megcsináltuk azt, amit Botka Lászlóval terveztünk, csak Botka László nélkül. Ugye Karácsony Gergely abban a koncepcióban is benne volt, csak nem miniszterelnök jelöltként. Ha a mai helyzetet nézzük, akkor én azt szeretném mondani, hogy összeállt a legnépszerűbb ellenzéki politikus, azzal a párttal, amelyiknek bárki bármit mond, még mindig a legnagyobb hálózata van ezen a demokratikus ellenzéki oldalon és működő rendje. Mi egyébként azon dolgozunk, és szerintem ez egy új fejlemény, hogy ugye mindig ön is megkezdte, hogy de ki akar magukkal közösen indulni. Emlékszik ezekre a kérdésekre, mindig ez az? Hát most találtak valamit. Hát nem, csak azt akarom mondani, hogy az a felismerés úgy tűnik, hogy áttört, bár mindig így mosolyogtak rajtunk, hogy miért mondjuk ezt ilyen mániákusan, azért, mert minden elemzés azt mutatja, hogy ezzel a technikával, ezzel a stratégiával lehet nagyobb sikert elérni. Jó, de most fel tud mutatni két pártot, a liberálisokat meg a Párbeszédet, amelyik hajlandó közös listán is elindulni az MSZP-vel. Na de hát ők nem hoznak a mérések szerint igazából szavazót magukkal. Ez egy ilyen akusztikai hatás? Tehát kicsit nagyobbat robban, hogyha azt mondjuk, hogy három párt? Nem, semmiképpen. Azt vélelmezem, hogy van ennek az oldalnak egy képlete, ami ugye úgy néz ki, hogy ezek a bár kicsik, de benne vannak, és jelentős részben valami politikai értéktartományt is lefednek. Nyilván a kérdés arra felem megy, és nem akarom semmiképpen sem megkerülni, hogy nyilván izgalmas a demokratikus koalíció lesz ebben az ügyben. És mi a tárgyalásokat gyakorlatilag majdnem a végéig el is vittük az elmúlt hetekben. Mi továbbra is azt mondjuk nekik, hogy örülnék neki, ha ebben az új helyzetben ők is végig gondolnák azt, hogy talán elfogadható közös jelöltként Karácsony Gergely, talán mégis érdemesebb lenne az embereknek nem elmagyarázni, hogy ebben a választókörzetben keresse a DK-t, abban pedig keresse esetlegesen az MSZP-t. Na de hogy lesz elfogadható a DK-nak az a Karácsony Gergely, akiről Gyurcsány Ferenc most hétvégén mondta, hogy talán egy kerület vezetésére alkalmas, de egy párt téra sem, akkor egy országére hogyan? Nagyon-nagyon... Ezek erős mondatok, én tudom, de egy hangulatot hogy mutatnak. Ha tehetem, akkor semmiképpen sem minősítem azt a politikus társamat, akit kifejezetten tisztelek azért a teljesítményért, amit az elmúlt évtizedekben a magyar politikán mutatott. Ez szerintem egy elkapkodott. Most Gyurcsányról beszélek? Gyurcsányról beszélek. Ez szerintem ez egy elkapkodott mondat volt. Abból a szempontból, hogy azt mindenkinek látni kell, hogy nekünk azért mégiscsak Orbán Viktor az ellenfél, mégiscsak a Fidesz az ellenfél, a mi oldalunkon lévő potenciális szereplők, akit ráadásul a közvélemény is visszaigazol, azokat semmiképpen sem szabad első körben minősíteni. És ebből a szempontból annak sem örülök, hogyha valaki úgy gondolta, hogy egy hetekkel ezelőtt elkészült felvételt, amit valahol fölvettek, azt most kell a nyilvánosság elé hozni. Múlt hétfői Karácsony Gergely féle felvételről beszél? Igen. Úgy beállítva, mint hogyha ez Karácsony Gergely azután tette volna, hogy az MSZP rendezvényén öt fázis megszólították. Nem is állították be úgy, de azért ez egy érdekes folyamat. Karácsony Gergelyről fogunk most beszélni két mondatot, de nincs. Örömmel. Múlt hétfői ez a felvétel, ahol azon sopánkodik, hogy elég éles szavakkal bírálva önön magát, hogy mi a fenének kellett neki ez az egész miniszterelnök jelöltesdi, még a saját pártjában is nem, hogy egy nagyobb összefüggésben, majd eljött ide hozzánk csütörtökön, és nekem itt azt mondta csütörtökön, hogy ő hát csak az egész ellenzéki oldal miniszterelnök jelöltje akar lenni, önnel nem is beszélt arról, hogy legyen az MSZP, majd szombaton oda ment a színpadra, és azt mondta, hogy itt vagyok, tessék. Tehát azért ez nekem némi zavarodottságnak tűnik, miközben volt egy másik szövetsége, amit így rúgott fel. Nem, én ezt a folyamatot másképp látom, akkor elmondom én is gyorsan, ugyanilyen gyorsan, ahogy ő most elmondta. Én azt látom, hogy egy olyan értelmiségi ember dilemmáit hallgathatjuk meg, aki azt mondja, hogy szeretné szolgálni azt az ügyet, hogy legyen kormányváltás Magyarországon. Itt is, vagy ott is. A fenébe kívánná azt, hogy ezt a tetején csinálja, hiszen hát mindenki tudja, hogy iszonyat konfliktus lesz, erről szólt a mondat.
de ha nincs más helyzet, akkor ő ezt is vállalja. Szerintem ezt mondta el nálunk szombaton. Az együttről pedig hadd mondjam azt, hogy szerintem, és ezt most... csütörtökön még nem tudta. Csütörtökön? Hát csütörtökön volt itt nálam. Szerintem az a szándék abban az interjúban benne volt, hogy ő készen áll arra, hogy közös, ha közös indulás lehetősége megteremtődnek, ő akár vállal ebben szerepet. Szerintem most is ez a helyzet van. Mi ki is nyilatkoztattuk ugye azon a nagygyűlésen is, meg azóta az elnökségünk, hogy készen áll támogatni őt abban, hogy közösen, tehát ő közös miniszterelnök jelölt legyen. De hadd emlékezzek meg az együttről. Azért tényleg lassan érdemes lenne befejezni azt a fajta mindenkit kioktató politikai stílust, hogy mindent jobban tudnak mindenkinél, mert akkor mondjuk itt most ki, ez az ajánlat, vagy ez a lehetőség az együtt számára is nyitott volt. Az együtt és a párbeszéd közösen is jöhetett volna abba az együttműködésbe, ami egy közös indulások. Jó, de azt viszont tiszteljük egy tárgyaló partnerben, hogy neki is van egy szándéka, ez esetben nevezetesen az, hogy ezt ő nem akarja. Nem akarnak jönni, de akkor nem azt kell mondani, hogy aki meg csinálja, az idióta, hogy aki meg csinálja, az... Nekik talán az a bajuk, hogy ők szövetségben voltak az önök új szövetségesével. Én ettől kevésbé félek. Jó, ez nem is az ön ügye, majd erről, kifejti a két pár képviselő 8 óra után. Azt látom, hogy egy kevés volt az 1%-ot megduplázzák. Én ezt látom. Jó, akkor beszéljünk erről a kutatásra, már a százalékoknál tartunk. Mert hogyha kevés volt az idő az 1% megduplázására, ez Karácsony Gergelyre nézve is igaz. Igen. Az pedig önöknek most nem jó üzlet, hogyha erről beszélünk. Van itt most két frissen megjelent kutatás, az egyik a Republikon, a másik az Ideái. A Republikon szerint hihetetlenül vezet a Fidesz, tehát nem, hogy kétharmada lesz, hanem négyötöde. Viszont önök nagyjából dupla annyira vannak, mint a DK. Ami hát semmit se ér, legyünk őszinték, de matematikailag jobban néz ki. A másik mérés sokkal megengedőbb az ellenzékkel szemben az ideájé, viszont ott a DK megelőzte az MSZP-t. Igen. Melyiket választja? Igen, láttam is, és köszönjük, hálás vagyok az ATV címlapon hozzá egész nap. Szerintem mert ez az ATV által rendelt kutatás, szuper. Ugye vannak olyan médiák, amelyek rendelnek kutatásokat. Szerintem mindenképpen érdemes lehetni a Böcskei Balázst, hogy majd ugye hallottam, itt lesz. Én úgy tudom, hogy ők különböző szempontokat a telefonos, rákérdezéses, klasszikus közvéleménykutatási módszereken kívül, ők más technikákat, Facebook mozgás, Facebook aktivitás, különböző ilyeneket is mérnek, amennyire én tudom, nem vagyok ebben szakember. Hát a 21. században talán nem is feltétlenül. Valószínűleg ez nem olyan nagy baj, mert nyilvánvalóan aki aktív, az nyilván a választásokon is aktívabb lesz. Tehát ez Gyurcsány Ferenc mindig elmondja, hogy egy dolog a mérés, és más dolog majd azon a napon a szavazás napján mi is fog történni, és ebből a szempontból valóban nálunk, ami látszódik, az picit az, hogy amikor csökken a hit és a remény, kevésbé van bizalom, akkor pont ez a fajta aktivitás csökken. Ami a Republikon illeti, szerintem ez egy másik jelenség, és erről beszéljünk, ha van egy fél percem, egy rövid gondolatot. Itt pont arról szól a Fidesz ilyen arányú relatív növekedése a mérésekben, ami egy darab új szavazót nem jelent. Valójában csak az, hogy egyre többen passzívak. Megint 40% az egyre volt a többen, passzív. Az egyre többen passzívak, azt szerintem nem látnak olyat, aki le tudná, nekik elhiszik, hogy le tudja váltani, és ez bizonyos szempont annak tudom be, hogy nagyon sokan úgy gondolják az MSZP-t, ha kivesszük ebből a modellből, akkor itt valaki felépül. Szerintem fogadjuk el december közepén, ennek az évnek lassan vége politikailag, hogy az MSZP nélkül a demokratikus ellenzéki oldal nem felépíthető, akkor jönni fog a jobbikos történet, amitől mindig nagyon fázom, mikor értelmiségek ezt felvetik. Ezzel nem szeretnék foglalkozni, az MSZP-vel ki kéne mindenkinek békülni, el kéne fogadni, hogy mi képesek vagyunk arra is, hogy egy párton kívül itt megemeljünk miniszterelnök jelöltnek, tehát higgyék már el rólunk, hogy kormányváltást akarunk, és higgyék már el azt, hogy kész állunk a saját szervezetünket ez az ügy mögé állítani. Előbb kérdeztem valamit, ez egy kicsit lehet, hogy beugratós volt, hogy melyik kutatást választja inkább. Azt, hogy a Fidesz nagyon nyer, de önök dupláján szerepelnek volt a DK-hoz képest, vagy ahol nem, ahol lehet esély, de a DK jobb. Igen, én azt szeretném látni, hogy minden ilyen esetben ugyanazt a tortát szeleteljük a DK-val. Tehát ne szeleteljük ezt tovább, nekem mindegy, hogy a kettőnk aránya mi lesz, ha kormányváltás lesz, akkor így helyes a mondatom. Ha nem lesz kormányváltás, akkor úgyse fog senkit érdekelni. El tudja fogadni a DK-t szövetségesként, partnerként úgy is, hogy a közös listára nem mennek föl, hanem akkor lesz ez a koordinált indulás, és akkor legyen így? Nézze, vannak dolgok, amik az időben előbb vannak, és vannak, amik az dolgok időben később vannak. Én ma azt mondom, hogy ebben az új helyzetben szeretnék egy új ajánlatot tenni, ami tartalmilag nem tér el az eddigektől. Ha a DK ebben az ügyben kitart, mivel pontosan tudom, hogy a DK nélkül nincsenek egyéni körzetek, mindenképpen úgy gondolom, hogy a végén meg kell vele állapodni. Program, voltak éppen egy programhirdető találkozó volt ez a szombati a kongresszus helyett. És Hiller István, tegyünk igazságot, tervezetben sok-sok pontot felsorolt. Önnek mi a legfontosabb a negyedik köztársaság, mint eszme alárendelve?
Ebben a programban szerintem az, amit a negyedik magyar köztársaság jelent, azt kevésbé tudjuk majd megfejteni az embereknek, mert ez talán kevésbé érinti a mindennapjaikat. Már ebben is, ahogy én is mondtam beszédemben, a sajtószabadság, a független ügyészség, az erős önkormányzatok, azért ez mégiscsak mindennap érinti az embereket. Én ebből a programból három dolgot szeretnék nagyon erősen kommunikálni a következő hetekben. Egészségügy, oktatás, nyugdíjak. Szerintem ez a három olyan terület, és mert akkor nyugdíjakról nyilván el fogja mondani, hogy azért, mert arra hajt mindenki, de ez a három terület, amiért valamiért úgy látom, hogy bűnösen kivonult a kormány az elmúlt időszakban. Az oktatásból forrásokat von ki, és gyakorlatilag olyan elképesztően zárt lett az oktatási rendszer, annyira nem azt a fajta 21. századi tudást adja, amire szükség lenne akár nyelvben, akár internetben, akár a szabad gondolkodásban. Az egészségügyben egyszer meg vagyok döbbenve, hogy miért nem lázadnak fel a magyar emberek. Olyan állapotok vannak a magyar kórházakban, hogy nem lenne nagyon buta ez a szó, azt mondom, hogy nem gyógyulni mennek oda az emberek, hanem hát, tovább betegedni, hát hogy ezt mondjam. Hát más is lázadnak. Hát most nézze meg, Balogh emberminiszter azt mondta, hogy Magyarországon megszűnt a szegénység, ezért más országoknak is tudunk már segíteni, és máshol is tudunk már költeni. És akkor az a 25%-ra mért KSH adat szerint, 25%-ra mért szegény, meg se szólal. Igen, igen. Biztos, valakinek benne, hogy... képviselni kéne őket például. Én mindig azon törjük a fényket a politikát. Mi az a pont, amikor valami egyszer csak szétreped, szétrobban? A Fidesz szerintem erre fele megy. Tehát olyan módon megy szembe társadalmi csoportokkal. Egyre kevesebb szerintem a nyertese ennek a rendszernek, egyre több a vesztese. Úgyhogy én arra számítok, hogyha mi ezt képesek vagyunk tartalmilag felmutatni, tudunk egy szervezeti keretet adni és egy főszereplőt, akkor ez a dolog akár... Van egy nagyon erős ajánlatuk itt a programpontok között. Arra néhány közgazdász felszíszent a Facebookon, ahogy olvasgattam. Az melyik úgy szól, az? Hogy a magyar bérek el fogják érni az uniós átlagot. Mennyi idő alatt? Mert időpont nincs hozzá, és önmagában ebbe kapaszkodtak a közgazdászok is. Ez jelentheti a 20 évet is, meg jelentheti az 1 évet is. Na azt hogy? Nézze, ez ugye elsősorban arra vonatkozott, abban a részben kiemelten ez hangsúlyosan, ahol az egészségügyi, az orvosoknál terepel. Pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy a lehető legdrágább dolog az egy országban, hogy kiképzünk kiváló orvosokat, majd egyébként jövedelmi okok miatt elmennek Magyarországról. Hát mondjuk azt, hogy ezen a területen a lehető leggyorsabban meg kell ezt tennünk, de ez nyilván egy ciklusra szóló vállalás, ez nem egy gyors. Hát viszont külön az egészségügyet nagyon nehéz, mert kiemelni egyet egy ország szövetéből, egy szakmát, az iszonyú nehéz. Jönnek a többiek sorra, és emelik majd a kezüket, hogy hát és mi? Igen, de ugye azt azért... Lásd, pedagógusok. Azt azért mi nagyon tudjuk, hogy az állam szerepe ebben az ügyben valóban a közszférában és az egészségügyben a legjelentősebb. A piaci szférában úgyse fogjuk tudni befolyásolni ezt a dolgot. Ráadásul ebben, ha jól látom, különböző gazdasági megközelítések vannak. Tehát a mi elsősorban elő vállalásunk az egészségügyre vonatkozik, és nyilván valahol belátható időn belül a közszféra egyéb területén is kell. Azt mondta, hogy a következő hetekben ezt a három témát fogja a legerősebben nyomni. De fel kell építeniük, fel kell építeni egy új miniszterelnök jelöltet, Karácsony Gergelyt, akit ismernek nagyon sokan, ugye mondják, hogy a legnépszerűbb ellenzéki politikus, de ez egy új szerep, egy új helyzet. Hitelesíteni kell MSZP és miniszterelnök jelöltként. Hogy fogják tenni? Közös miniszterelnök jelöltről fogunk mindig beszélni, és szerintem ez Karácsony Gergely érdeke is. Tehát Karácsony Gergely, pont beszéltünk róla ma, hogy a program ilyen 98%-a elég közel esik, hiszen mind a ketten viszont karakteres baloldali programot próbálunk megvalósítani. Őnekik kell inkább egy miniszterelnök jelölti kampányt folytatni, már így gondolom még a részletekről azért nekem is kell gondolkozni, mi pedig sokkal inkább fogunk a 106 körzet és a szocialista párt, hiszen listája valószínűsíthetően ugye inkább erősebben a szocialista pártnak lesz. Kinek a forrásából lesz miniszterelnök jelölti kampány? A Párbeszédéből vagy a MSZP-jéből? Ez egy jó kérdés, mert szerintem most itt Magyarországon az ellenzéki pártok többsége forrás hiánnyal küzd. Látom, a Jobbik kapott ebben egy komoly mélyütést. Majd én azt látom, hogy ebből a csak kizárólag a 106 jelölthöz köthető kampánypénzek fognak rendelkezésre állni, mondjuk 600 millió forint. Na, akkor majd a következő kérdés Szabó Tímeához szól majd a Párbeszéd társelnökihez, hogy van-e nekik pénzük miniszterelnöki kampányra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!